És hogy milyen furcsa az én édesapám, nem tudom, kinek van ilyen a családjában, hogyha bármi elszakad, eltörik, azonnal megragasztja. Van ilyen valakinek? Van. Látom, hogy itt bólogatnak elől. Eltört a napszemüvege, megragasztotta, azt mondjuk utána éjjel-nappal hordta még alváshoz is, mert nem tudta, hogy 24 óra száradási ideje. De volt olyan, hogy így a Balatonnál kiszakadt a matracunk. És apám így a vizes fürdőnadrág a zsebébe így berenyúl, és kivesz egy piros technokon rapidon. Amivel régen a fiatalok szipusztak, én is csak hallottam. És apám fogta, így megragasztotta a matracot, majd felfújta. És hát gondolom, egy pici levegő visszamehetett. Mert apám ilyen borzasztó kellemes állapotban jött. Tudtam, hogy valami furcsa, mert ehettünk két gömbös fagyit is. És így mondom neki este, hogy mondom, figyelj, fater, felviszem a matracot a szállodába, nem kell akkor reggel felfújni. Engedd le nyugodtan. Majd én reggel felfújom. Másnap már reggel délben este fújta fel a matracot. És nekünk akkor tűnt fel, hogy apám rákapott a matracra, amikor már a reggeli kávé mellé is felfújt egyet. De mondom, mindegy, hát mondom, hazamegyünk, úgyis elfelejti ezt az egészet a francba. Hát hazamentünk, ott eladott minden bútort, vett felfújható ágyat, felfújható kanapét, felfújható szekrényt, és egy izgalmas film alatt két francia ágyat felfújt. És agresszívá vált, majdnem megverte anyámat. Úgyhogy elvittük, először próbáltuk a matrasztapaszt, de... Azt tényleg kisebb próbálják, mert nem jó. Aztán elvittük az anonim matracozókhoz. Apám kiáll, Gyuri vagyok, két hónapja rajta vagyok a matracon, nem tudok róla lejönni. És már tényleg azt hittük, hogy minden rendben van, amikor találtunk apám párnája alatt egy karúszót. Hát ilyen zugmatratozó lett vagy mi, hogy ezt így... És mondtuk, hogy magad csapott be, hát miért csinálod ezt, hát hülye vagy. Ezen annyira megsértődött, hogy eltűnt, és két nap múlva találtuk meg, egy falunapon, ájultan egy ugráróvár mellett. Majdnem meg volt neki az aranyfújás, tehát, hogy... Na most tényleg egy nagyon pici... Még lesznek olyanok is, akik majd hétfőn nevetnek fel a munkájukon. De jó volt. Na, és a... Nagyon fontos dolog. Most picit beszéljünk komolyabban. Ki az, aki itt önök közül jár szűrővizsgálatokra? Na, ó, a fiatalember. Ön gyorsan emeltett fel a kezed, hogy ez valami nagyon komoly betegség lehet. Nem? Ki az, aki jár még? Ja, csak a szemöldöket. Kevesen mondják meg, szerintem biztos többen járnak. Nagyon-nagyon fontos, és én tényleg mindenkit kérek arra, hogy járjon el szűrővizsgálatokra, mert egyrészről életet menthet, másrészről meg nektek se legyen jobb, mint nekem. Mert nekem egy Dr. House típusú házi orvosom van, aki lényegében már mindent kipróbált rajtam, amikhez nem ért, azzal meg kipróbáltatta valakivel. Szerintem egyébként rajtam gyakorolnak, tehát, hogy... még ez nem volt, kipróbáljuk, és nagy kedvencei a tükrözések. Amivel nem lenne baj, ha úgy lenne, mint Amerikában, hogy egy cérnaszálon lemegy a kamera, és szétnéznek. Nem, nálunk olyan csövön engedik le, amin keresztül kazettát is lehet cserélni. Ez... Állítólag a 90-es években még lement az operatőr, de ez csak így hallottam én is. És egyszer azt mondja nekem a doktor úr, így odaveti nekem, György, el kéne menni egy hólyag tükrözésre. Mondom, mire? Szóval a hólyagtükrözést nem nagy tudsz, végigmennek azon a 4 centin, az kész. Hát mondom, mennyibe kerül? Azt mondja, hát ingyen van. Ja, ingyen van, hát. Hát 2 nap múlva ott ültem az urológián, és hát hol találkozzon az ember a 20 éve nem látott osztálytársaival? Hát persze, hogy ott. De szerencsére gyorsan behívott a doktor, úgyhogy nem kellett elmondanom, hogy mi van. A doktor úr rám néz, azt mondja, miért jött? Hát mondom, hólyagtükrözés. Azt mondja a doktor úr, az kemény. Na, mi most megyek haza ebbe a pillanatba, hát te vagy megijedve, hát. Azt mondja, vetkőzzön le pucélra. Jó, hát mondom, gondoltam, hogy lesz ilyen rész. Leveszem a ruhámat, jó, egy zoknit felhagytam, mert veled nagyon nagy bajom lesz, mert már elképzeltél, ugye? És hogy nézek ki? Annál szarabul. Na, ott vagyok 2 zokniban, meg hát nyilván felhagyom, mert nem akartam megfázni, meg fekete volt, slankított. Tehát, hogy így...
így oldalról, és akkor nyílik így az ajtó mellettem, és belép rajta két ilyen playmate típusú ápolónő, ilyen 20 évesek, nagyon hasonlítottak a szomszédaimra. Azt mondja az egyik, szia Gyuri. Mondom a doktornak, nincs itt ilyen, hogy összeférhetetlenség, vagy valami, hogy csere ápolót nem lehet kérni, vagy nem öregebbet. De már így karoltak belém, én megyek középen, és de most csak képzeljétek el, de nem velem, magaddal. Tehát ott van két szomszédod, reméljük nem két hentes. Állsz pucéron, karolnak beléd, te mész középen, ők ilyen izébe, ilyen mini köppenybe, én zokniban, mint egy ilyen jó NDK pornófilm. Tehát olyan... Jó, hát én így magamban Hugh Hefnernek képzeltem magamnak, csak nem volt rajtam fürdőköppeny. És bemegyünk egy helyiségbe, ott van bent egy nőgyógyászati vizsgálószék. Hú, mondom, de nagy szerencs, hogy pont nem volt vizsgálat, mert hú, de kellemetlen lett volna. Azt mondják, hát hogy lenne ott vizsgálat, abban én fogok felülni. Mondom, én? Ebbe a két zokniba, a két szomszéd előtt, abba a székbe? És visszaismételték, hogy igen. Na és ott van a nőgyógyászati szék. Felülök bele, csak a férfiaknak mondom, meg gondolom, ők ritkában ülnek ilyenbe, hogy ennek így mozog ez a lábrésze. Így tudtam tapsolni. Hát ezt csak így szórakoztattam vele magam. És ott vagyok így, szétterpesztett lábbal, pucéron hanyat fekve benne a két lábam. Bejön a doktor úr, besétál komótosan, megáll a lábam közt, odahajol, éreztem a lélegzetét. Szürreális amúgy, tehát... És egyszer érzem, hogy felgyorsult így. Azt mondja, hát ez meg micsoda? Jó, hát hideg volt, meg izgultam, de hát... Látod, tapsot is kapsz. Nem csak a röhögés, mindig. Majdnem mondtam egyébként neki, hogy süna a frét, hát mi lenne, hát hülye vagy? Nézi tovább, azt mondja, ilyet én még az életemben nem láttam. Na, végén azért azt meg fogom kérdezni, hogy két hete dolgozik itt, vagy 20 éve, mert azért nem mindegy. Nem mindegy. Azt mondja, Kovács doktor, gyere csak be! Ilyet biztos nem láttál, gyere! Ketten nézik, felváltva lihegik. Mondom neki, hát állj mellé, fotózd le magad. Tedd ki a Facebookra. Jelölj be rajta. Vizsgálta, és utána feltett egy szemüveget, amiben bele volt építve két mikroszkóp. Mondom, alázzál, úgy csinálja. Megmondom, ott a kicsi csipesz, azzal csinál. Talált egy még kisebbet. Oda nyúlt az acsihoz, és egy mozdulattal lerántott róla egy matricát. Én reggel tiszta ujjal sugatyát vettem fel. És a high quality felirat. Magas minőség. Oda tapadt. Mondjuk itt nagyon örültem, hogy nem az XXL, mert mondom, hát akkor... Meg azt mondja, felvágós vagyok. És aztán, aztán nagyon kellemetlen rész jött, mert fel kellett állnom, így kicsi terpezbe, és a doktor elém térdelt. Nagyon ritkán térdel előttem orvos, tehát hogy ez így... És így nézd, befelé, ráadásul valami nem tetszett neki, így cancogott. És itt van a feje közben, hallom, hogy... Ráadásul láttam a hajában, hogy van egy szősz, és én rendmániás vagyok. De... Hát mondom, most hagyd maradjon ott át, hogy így... ne durvuljunk. Én próbáltam így oldani a feszültséget, mondom, hogy doktor úrnak nagyon jól áll a szakáll. Mondta, hogy köszöni. És hogy így néz befelé, azt mondja, hogy a rádióban dolgozik. Mondom, ezt meg honnan látja, de mondom... Egyébként igen, mondjon egy pár szót a mikrofonba, aztán eldöntjük, hogy... felvesszük-e vagy sem. És aztán vége volt a vizsgálatnak. Azt mondja, hogy György, hát menjen el pisilni. Hát mondom, én először felvenném a ruhámat. Azt mondja, hát arra nem lesz idő. Ez olyan, mint a kijövőben az 5 pontos ütés, ha 5-öt lépsz meghalsz, itt 5-öt lépsz behugyozol. Hát mondom, jó, hát csak ő tudja. Elindultam pucéron, léptem 2-t, hát semmi. Harmadik. Pislantani nem mertem. Nem kérdeztem meg, hogy beleszámít-e. Ott állok, mondom, mindegy, előttem a WC ajtó, kinyitom, belépek, az hagy szóljon. Engem, ha le van hajtva a deszka, az se érdekel. Fogom, kinyitom az ajtót,
És az a 40 ember a váróban. Hát... Nevetett, ők nem tapsoltak. És nekem meg az agyamba elindult a gondolat, hogy Gyuri, elfogyott a mozdulat. Mondom, hát még elmegyek osztálytalálkozóra, és ott azt mondják, hogy Gyuri kijött pucira, ha-ha, jót nevetünk. De azt mondják, hogy Gyuri kijött pucira, hogy elő három embert lepisílt, hát mondom, és nem foglak benneteket, csak mutatom. És elkezdtem játszani, hogy gyógyszerek hatása alatt vagyok. Még egy ilyen nyálcsóvát is elengedtem, mondom. Majd a doktor úr bezárja, mert megmondom, hogy nem emlékszem semmire. De az egyik haverom odaintett, hogy szia Gyuri. Hát engem meg úgy tanítottak, hogy köszönjek. És ötödik mozdulatot felhasználva visszaintettem. Szevasz! A harmadik sorig büntettem a várakozókat, úgyhogy kellemetlen volt. Köszönöm szépen a figyelmet! Köszönöm szépen!